Tudáspresszó Science Café sorozatunk 19. alkalmán ülünk. Itt a Tudástársadalom Alapítvány tavaly novemberben indította el ezt a sorozatát. Köszöntöm Virágos Gábort, aki régész, és rögtön én azt is kérdezem, hogy vajon egyáltalán a régészet az nem talán a természettudományokhoz legközelebb levő társadalomtudomány? Talán. Erre nehezen tudnék válaszolni, az biztos, hogy az egyetemi képzés keretében a bölcsészet tudományi karon oktatják, de mondjuk a képzésben résztvevő maga is úgy érzi, hogy valahol a kettő között helyezkedik el, egyre több ráadásul az az interdisziplináris terület, ahol átfedésben vagyunk a természettudományos kutatásokkal. Az utóbbi 20 évben olyan léptékű beruházások zajlanak az országban, amik szükségessé és egyben lehetővé is tették azt, hogy korábban soha nem gondolt méretű régészeti tevékenységet is lehet végezni. Úgyhogy ilyen szempontból a gazdaságfejlesztéshez nagyon szervesen kapcsolódik. Egyik szempontból nézve akadályozója vagy befolyásolója ennek a fejlesztésnek, történettudományi forrásteremtés szempontjából pedig valami hihetetlen gazdag tárháza. Ez a Cultural Heritage, ez egy angol szász ötlet, idea, amit a magyarországi, mondjuk az, hogy tudomány, illetve ennek a művelői, ezt nagyjából egy bő évtizede fedezték föl és kezdték el adaptálni. Ugye a 90-es évek végétől volt Nemzeti Kulturális Örökség minisztériuma is, akkor alakulnak meg az első hivatalok, akkor születnek meg az első ehhez kapcsolódó jogszabályok. Korábban ez nagyon szervesen kapcsolódott egymáshoz és keveredett a műemlékvédelem, műtárgyvédelem, múzeológia, régészeti kutatás, de nem volt kimondva, hogy ezek így ilyen formában összetartoznak, és hát nagyon sokan firtatják máig egyébként, hogy ennek a fogalmában nem csak ezek kellenének, hogy beletartozzanak, hanem szellemi, kulturális örökség, illetve hát ez egy sokkal bővebb fogalmi meghatározást igényel. Most per pillanat kulturális örökség alatt azt az épített és történeti kulturális örökséget értjük, ami ezeknek a disziplináknak a szakterülete. Évszázadokon keresztül ezt a régészet jellegű tevékenységet egyfajta kincskeresésként fogták fel. Tehát az elsődleges célja az volt, hogy aranyat, értéket, látványosságot, valami olyasmit produkáljunk, ami értelmezhető mindenki számára, és ami közkeletűen elfogadott, hogy értékteremtő dolog. Ezt nagyon jól nyomon lehet követni korábbi múzeumi kiállításokban, kincsvadászatban, lelegyűjtésben, és nagyon jól meg lehet fogni egyébként a 60-as, 70-es évek műemlékvédelmi tevékenységében is, ahol volt miből kibontani a romokat, konzerválni, bemutathatóvá tenni, elérhetővé tenni a nagyközönségnek. Számtalan várunk, kastélyunk, templomunk mai napig ennek a tevékenységnek köszönheti azt, hogy egyáltalán hozzáférhető és van róla ismeretünk. Ugyanakkor mai ésszel, mai tudással egész más, hogy fognánk már ehhez hozzá, ugyanis ami megváltozott, az a szemlélet, hogy igazából ez egy forrásérték. Tehát amikor a régész kimegy és kordonnal körülveszi azt az egy szemcserepet, amiből egyébként már van a múzeumban több tízezer darab, ezt nem azért teszi, mert ő úgy gondolja, hogy na, ezt a piacon hihetetlen összegért lehet eladni, vagy ebből valami ultra érdekes kiállítás lesz majd a múzeumban, hanem azért teszi, mert ennek az egy darabnak is megvan a maga történeti forrásértéke. Ezt az információt onnantól kezdve épp olyan adatként kell használni, mint egy levéltári forrást, vagy egy könyvet a könyvtárban. Ami nagyon attól függ, hogy hogyan tesszük fel a kérdést, ugye borzasztó magas a munkanélküliségi arány, gazdasági válság, recesszió, minden médiát kinyitjuk, csak ez folyik belőle. Na most, hogyha valaki úgy teszi fel a kérdést, hogy mi a fontosabb, 10 darab újabb szarmata cserép, vagy pedig az, hogy újabb 2000 munkahely teremtődjön ezzel a beruházással, akkor onnantól kezdve a régészet ilyen formában nyilván vert helyzetben van. Nagyon kevesen lesznek azok a helyi lakosok közül, akik azt mondják, hogy természetesen a munkahely számára fontosabb, mert abból él. Szép dolog, hogy őrizzük a kultúrát, meg a múltat, de abból ő neki nem lesz kenyere. Ha a kérdést úgy tesszük föl, hogy mindent elkövetette a munkahelyteremtő azért, hogy ő úgy teremtsen munkahelyet, hogy közben ezt a környezetet ne rombolja le, akkor ez már egy egész más kontextust ad a dolognak, és akkor azt
tudjuk mondani, hogy természetesen senki nem vonja kétségbe, hogy vannak ennél sokkal fontosabb dolgok, de ez éppen olyan, mint a környezetvédelem. Föl lehet ma élni a pillanatnyi, rövidtávú célok elérése érdekében ezt az erőforrást, mert ez egy történeti és kulturális erőforrás, mellesleg turisztikai, meg gazdasági is, csak ezt még kevésbé szokták kibontani. Tehát föl lehet ezt élni rövid távon, de akkor utána a következő generációknak ez már nem lesz. Nem csak az attitűd, hanem a technikai tudásunk is nagyot változott. 60-as években úgy mutatták be a műemlékeket, hogy lehetőleg kibontották a romot a föld alól, megkeresték a falakat, megkeresték a járószintet, ami az alatt volt, ami a fölött volt, az nem volt érdekes olyan szintig, mint maga az objektum, amit kerestek, ez rengeteg adatvesztéssel járt. Tehát mondjuk, ha ezelőtt 40 évvel kiástak mondjuk egy hét alatt 1000 négyzetmétert, akkor ma ugyanez alatt az idő alatt kiástnak 100 négyzetmétert, mert annyival precízebben próbálnak közben adatot rögzíteni. Magyarországon általában, ha megkérdezzük, hogy tudnak-e mondani élő magyar régészt, hát Indiana Jones és Lara Croft a kettő jelölt, és ugyanez vonatkozik a már nem élőkre, tehát nagyon-nagyon gyenge ennek a szakterületnek jelenleg a társadalmi ismertsége és elfogadottsága, holott azt gondolom, hogy igazából pont ez az irány. Egyébként ez a célja, tehát nem azért ás a régész, mert ő ásni akar, csak akkor ás, hogy ez elkerülhetetlen, vagy ha tud forrás szerezni ahhoz a szakmai tudományos kutatási programhoz, ami őt érdekli, de az, hogy egy beruházást megelőzően hátráltatva a fejlesztéseket a régész hosszú ideig és drágán ott tevékenykedik, ez nem azért van, mert jó a régésznek. Ő már nagyon nem szeretne kimenni, dugig van a raktár, két generációnak élete végéig van mit földolgozni, egész egyszerűen egyébként ez az adat elveszik. Mi elkezdtünk egy olyan missziót, egyfajta küldetést, teljesítést, hogy azt a tudásanyagot, amit felszínre hozunk a munkánkkal, azt minél rövidebb időn belül, minél több társadalmi réteghez eljuttas. És van egy olyan társadalmi kapcsolatokat, elfogadottságot kiépítő, segítő tevékenységünk, ami egyrészt kiadványokban, rövid, közérthető leafletekben, az éves munkát közzétevő bemutató kis színes, tényleg közérthető kiadványokban nyilvánul meg. Előfordult, élőben erre van egy magyarországi példa, hogy egy golfpályát egy római villára sikerült rátervezni. Most ne firtassuk azt, hogy ezt miért nem időben vette észre a hivatal, miért nem mondta, hogy ott nem lehet, stb. Mondjuk rajta vagyunk egy olyan simpályán, amiről már nem lehet leszállni. Innentől kezdve azért több lehetőség is van, hogyha ez a villa romként bemutatásra kerül egy golfpályán belül, egész biztos vagyok benne, hogy az üzemeltetőnek a legelemibb érdeke lesz az, hogy ezt jó karban tartsa, hozzáférhetővé tegye, kutassa, és mindig minden rendben legyen vele. Vagy lehet az a szemlélet, hogy hát kiássuk, visszatemetjük, akkor nincsen vele több probléma, fű alá tesszük, és onnantól kezdve ez semmilyen módon nem befolyásol senkit. Igaz, hogy nem lesz hozzáférhető, igaz, hogy nem hasznosítottunk egy értéket, viszont nem is fogják bántani. Itt a konkrét esetben egyébként ez utóbbi történt, én az előbbit preferáltam volna, de minden esetre az épületnek nem kell lakhatónak lenni ahhoz, hogy fönntartható legyen, csak funkciója legyen, legyen gazdája, aki ezt gondnokolja. Évente az országban több ezer ládányi, tehát ilyen M30-as kenyeres ládát tessék elképzelni, ebből több ezernyi leletekkel dugig rakva termelődik ki a földből. Na most, hogy ez hogy hasznosul, én azt gondolom, hogy ennek nagyon sokféle hasznosítási útja van. Az egyik az, amit mi csinálunk, hogy bemutatjuk, hogy ez a tárgy, ez egyébként így nézett ki élőben, és ilyen funkciója volt. Lehet múzeumi kiállításokat csinálni belőle, ma már nagyon sok, nagyon jó interaktív kiállítás van. Ha egyszer az ásatásból kikerült, dokumentáltuk, az adatait rögzítettük, tehát az információ értéke megszületett, akkor innentől kezdve belép a tárgynak az értéke, és azért itt nagyon sok minden selejtezésre kerül, mielőtt abból érdemi, leltározott műtárgy keletkezne a múzeumokban. És hát magukat az objektumokat pedig a helyszínen lehet megőrizni, vagy pedig valamilyen kísérleti régészeti vagy rekonstrukciós módon bemutatni. Tehát vannak technikák, csak ez is borzasztó drága. A tudománytalan tudománynak, hát nem azt mondom, hogy reneszánsza, de iszonyú felfutása van jelenkorunkban,
És ez attól lett igazán veszélyes, hogyha valaki megnézi a megjelent publikációkat, nagyjából a nyilván régen is volt, a 90-es évektől felerősödött, egyre több olyan irodalom jelent meg, ami ezzel foglalkozott, és ezek valamikor egy évtizeddel ezelőtt átváltottak tudományos nyelvezetre. Tehát az, amit korábban a laikus is, aki egy picit is odafigyelt, nagyon jól külön tudta venni, hogy na, ez egy tudományosan megalapozott mű, ez pedig valakinek az agyszüleménye, aki valamit ki akart fejezni, ez kezd összemosódni. Ha elmész egy tudományos könyvesboltba, ott se tudod már levenni a polcról azt, hogy ez szakmai, ez nem szakmai. Tehát a kettő között az éles határok elmosódtak, és ez borzasztó veszélyes egyébként társadalmi szempontból, mert a laikus nem fogja tudni kicsemegézni, hogy mi az, ami valós információ, és mi az, ami valótlan, vagy az információknak egy olyan kontextusba való bemutatása, ami egy bizonyos célt szeretne elérni és prezentálni. Most ez ellen azt gondolom egyébként, hogy a legjobb technika, legjobb válasz, legjobb védekezés az, hogyha a társadalmat megpróbáljuk a valóban szakmai eredményekbe bevonni. Kezdjünk el műtárgyakat megismertetni a nagy közönséggel, és legyenek olyan húzó képek, amire ha ránéz valaki, akkor tudja, hogy na, ez a régészet. Tehát műtárstárolás. Egy picit, ha marketing kifejezéssel élnék, akkor azt mondanám, hogy igen, szükség van rá. Meglepődik az ember, hogyha az interneten egy kicsit körülnéz, fórumok vannak, ahol fémkeresősök egymást tájékoztatják, kvázi vadászmezőket, lelet találó helyeket cserélnek, térképeket cserélnek, legfrissebb műszerekről tájékoztatják egymást, ami egyébként lehetne egy nagyon pozitív dolog is. Van, akinek haszonszerzés, van, akinek szórakozás, tehát nyilván nagyon sokféle indítatása van ennek a dolognak. Én nem mondom azt, hogy ez tehát nem alapból rossz. Tehát mi dolgozunk együtt egyébként fémkereső specialistákkal, szakemberekkel, hihetetlen gyakorlatuk van, érzékük van ehhez, de aki nem jó szándékkal és nem struktúrált módon közelít ehhez a dologhoz, az rengeteg kárt tud okozni. Majd, hogyha egyszer úgy áll a kutatás, hogy épp ott kell elvégezni, akkor megcsináljuk azt a munkát. Egyszerűen úgy látszik, hogy nincs elég idő. Tehát olyan szintűvé vált a technikai fejlettség, és olyan, tehát az interneten keresztül olyan információ áramlás van, gyakorlatilag az észak-magyarországi tehát az ottani hegyvidékhez kapcsolódó bronzkori, vaskori magaslati településeket szisztematikusan rabolják ki. Volt már olyan, hogy a régészt elzavarták a nem régészek, és az a probléma, hogy borzasztó nehéz megfogni. Tehát a jogszabályi háttere nincs igazából szilárd módon megalapozva, a rendőr is nagyon nehezen tud fellépni, és hát ezzel maximálisan vissza is élnek. Érdemes egyébként kimenni műkincspiacokra, akármerre az országba. Nagyon sok olyan régészeti leletanyag szaladgál ezeken a piacokon, aminek nem lenne szabad ott lenni. A régész számára nem a műtárgya az érdekes, hanem az információ, amit ő hordoz. Na most, ha tessék, egy darab korongot, vagy mondjuk itt van egy honfoglaló szabja, ha ennek megtaláljuk aukciós házban a markolatát, az elmond valamit magáról a tárgyról. De ha ugyanezt egy ásatás keretében én az eredeti lelőhelyén, az eredeti kontextusában, az összefüggéseiben tudom föltárni, az körülbelül 100-szor annyi információval fog szolgálni a történettudomány számára. Tehát ez a differencia, és ez az, amit megsemmisítenek. Ha csak a millenniumi időszakból indulunk ki, annyi honfoglaláskori leletanyag jelent meg, rengeteg szponzorált ásatás tudott lezajlani, kiállítások születtek, Árpád-kori templom helyreállítási program volt, és ettől teljesen függetlenül is maguk a beruházások, ugye rengeteg van belőlük, ezek olyan mennyiségű adatot produkáltak, amit ha összerakunk, magyar őstörténetre, középkorra, de bármilyen más korszakra is, gyakorlatilag teljesen újjáírják a történelembe. Azt tudni kell, hogy maga a feltárás az egy nagyon hosszú folyamat. Az, ami a terepen zajlik, az a legrövidebb része, ami kiszedik a leletanyagot és ledokumentálják a jelenségeket, és amikor ez bekerül feldolgozásba, és utána annak a tudományos kiértékelése megtörténik, az több év, tehát az minimum 3-5, adott esetben 10 évig is elhúzódik, és akkor még csak a forrást
prezentáltam, akkor annak utána be kell épülnie szervesen a történettudományba, a feldolgozásba, és majd ha oda beépült, onnan fog tovább lépni az oktatásba, és onnan a társadalomba. Tehát ez egy több évtizedes folyamat, de elindult. Nem csak nálunk, Európa szerte az a helyzet, hogy ez a boom, ez kezdi átírni az ismereteinket neolitikumra, az embernek a megtelepedésére, a halászó-vadászó életmódról való, letelepedett életmódra való áttérésre vonatkozóan, a népvándorláskorra. Teljesen más, hogy látja ma már a kutatás azt a migrációs periódust és az akkori népeket, mint ahogy azt mondjuk még az én gimnáziumi időmben is tanították. Egész más forrásanyagunk van ma a középkor kutatáshoz, mint ami ezelőtt 20-30 évvel rendelkezésre állt. Tehát nagyon sokat kell tanulni, azt gondolom, a történészeknek is, hogy azt a régészeti, tárgyi, anyagi kultúrabeli forrásanyagot el tudják olvasni és be tudják építeni.